megmutatjuk, hogyan küzdenek az ekcéma ellen Kőkény Attiláék. Jó estét kívánok, Gombos Edina vagyok, ez pedig az Aktív. Hatalmas dráma az összeesküvőkben. Szilót és édesanyját Erzsókot pénteken este kizárták a versenyből, miután a hajdúszoboszlói vőlegény jelölt pofonnal próbált elintézni egy vitát. A párját Renikét ütötte meg, aki féltékenységből hisztizett. A 21 éves lány teljesen összeomlott, de nem ám a pofon miatt, hanem azért, mert hiányzik neki a szerelmet. Az új csodafegyver. Így emlegették a Dácsó Bece nevű szerb kosarast, amikor egy tiszaújvárosi csapathoz igazolt. Nem véletlenül, hiszen a fiatal játékosnak még csak ugrania sem kell a gyűrűhöz, kinyújtott karral is eléri azt. A 224 centis kosaras persze nem mindig örül rendkívüli magasságának, például bajban ma, ha buszra kell szállnia, és akkor is, ha cipőt szeretne venni magának. Új stílus terjed Magyarországon, a shuffle nevű tánc, ami valójában inkább csúszkálás. A fura stílus Melbourneből indult hódító útjára, és ma már a világon rengetegen próbálják elsajátítani a kisi esetlennek tűnő mozdulatokat. A profi csúszkálóknak versenyeket is rendeznek, legutóbb éppen Budapesten lehetett parketre pattanni. Hogy ki lett a legjobb? Mindjárt meglátják. Cseke Katinkát nem érdeklik a rossz indulatú megjegyzések, csak az számít, hogy felhőtlenül boldog, ami egyedül tunéziai szerelmének köszönhető. Hasszink csupán néhány hete költözött a Jóban rosszban sorozat böbéjéhez, de már is kijelentette, hogy tucatnyi gyermeket szeretne a színésznőtől. Mindjárt megmutatjuk, hogy megy a beilleszkedés a fiatalembernek. Csak egy reklám, és ezzel jövünk vissza. Nos, ahogy ígértem, most jön Cseke Katinka és az ő tunéziai szerelme Hasszin, aki most először postol bele a félbe. Egy kellemetlen örökletes betegségtől szenved a Kőkény család. Attila feleségének és kisfiának is ekcémája van, vagyis tele a testük viszkető foltokkal. Nagyjából 1 millió magyar jár hasonló cipőben. Kőkényék a problémájukkal nemrég szakemberhez fordultak, aki elmagyarázta, hogyan kell ápolni a bőrüket és enyhíteni a tüneteiket. Neki csak a ritmus számít. Dokumentumfilm készült a világhírű dance ikonról, David Guettáról, aki idén már a második Grammy díját gyűjtötte be. A DJ óriásnál sorban állnak a sztárok, hogy közös dalt készíthessenek vele. A Guetta film hazai premierén nagy meglepetés érte a magyar rajongókat. Kiderült, hogy a mester karácsony előtt hatalmas koncertre készül Budapesten. Most pedig nézzük játékunk végeredmény. Már is indul Majka éjszakai súlya az esküdj, Aktív pedig legközelebb holnap késő este lesz a Miami Vice című film után. Nagyjából 3:12-kor kezdünk. Akkor is várom önöket, jó pihenést, viszontlátásra!